Ez itt az Aerosport. A következő percekben bemutatjuk, hogyan lehet felkészülni a téli repülésre. Milyen nem várt meteorológiai jelenségekkel találkozhatunk télen. Kikészítik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér szinte percre pontos meteorológiai előrejelzését. És bemutatunk egy fiatal házaspárt, akik magyar gyártmányú kisgéppel tervezik körberepülni a Földet 4,5 hónap alatt. Tartsanak velünk! Az idei téli időjárás sok kihívást tartogatott a pilóták számára. Találkozhattunk köddel, ónos esővel, jegesedéssel, havazással és erős széllel is. A kisgépes pilóták közül sokan szezonálisan áprilistól októberig repülnek. De hogyan lehet felkészülni a téli időjárási körülményekre, hiszen a hangárajtók nem záródnak be októberben? A téli repülés fontos állomása lehet a repülési rutin megtartásának. Fontos azt gondolom, hogy az ember a rutinját megtartsa, hiszen egy hosszabb kihagyás szintén tartalmazhat veszélyeket. Ezért aztán egy kellemes kompromisszumot kell megtalálni. Azt gondolom, hogy a kihagyás annál veszélyesebb, minél kisebb a tapasztalata a pilótának. A repült órák növekedésével talán ez a kihagyás lehet nagyobb, de egy kisebb tapasztalatú pilótának már az 1-2 hét is megérezhető. Télen nagyon érdemes figyelni, hogy milyen a hőmérséklet, ehhez képest hol áll a harmadpont. Ha ezek nagyon közel vannak egymáshoz, akkor a pilóta számíthat egy nagyon hirtelen ködképzésre. Ez lehet akár egy advekciós köd is, ami meg tudja lepni, illetve nagyon nehéz megállapítani, hogy milyen a felhő alap. Esetleg felszállás után az ember már 100 méteren benne van a felhőbe meglepetésszerűen, és ez a földről nem is úgy látszik. Tehát érdemes nagyon alaposan körbejárni a dolgot, tájékozódni az időjárásról, és még akkor is érdemes a legrosszabbra felkészülni és a legjobbat remélni. Rengeteg forrása van már az időjárás információnak, tehát nagyon sok jó weblap áll rendelkezésre, de azért még mindig talán a legmegbízhatóbb a Hungarokontrollon keresztül ezt az időjárást begyűjteni, valamint úgy is a notamokért is tájékozódni kell. Ha vidéki reptelekre repül az ember, akkor pedig érdemes magát a repülőteret felhívni, illetve az útvonalon lévő repülőtereket, ismerőseket és ott is tájékozódni. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és annak térségére vonatkozó légterben nyújtunk repülés-meteorológiai szolgáltatást, illetve előrejelzéseket. A Hungarokontroll repülés-meteorológiai részlegén 10 meteorológus és 11 észlelő dolgozik. A meteorológusok a Hungarokontroll központi épületében készítik előrejelzéseiket, míg az észlelők a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a toronyban dolgoznak. Előrejelzés szempontjából itt a repülés-meteorológiai szolgálatnak az az előnye, hogy mi itt a repülőtér területén belül vagyunk úgymond, és így közvetlenül szinte testközelből érezzük az időjárás változását, míg mondjuk egy országos előrejelzésnél azért térben és időben sokkal változékonyabb lehet az időjárás. Nekünk erre az egy adott pontra kell fókuszálni, és itt kell sokkal precízebb előrejelzést nyújtanunk. Érdekesen viselkedik így a repülőtér, tehát egy ilyen mikroklimatikus helyzet alakulhat itt ki, és sokkal nehezebb azért a látástávolságot előrejelzni olyan szempontból, hogy meddig maradhat meg, hirtelen egy javulás történhet, vagy percek alatt leromolhat a látástávolság olyan mértékre, ami miatt mondjuk egyes gépeknek várakoznia kell a légtérben. A Hungarokontroll saját meteorológiai mérőhálózattal rendelkezik, a mérési adatokat itt helyben dolgozzák fel, legyen szó látástávolságról, szélirányról, felhőalapmérésről, futópálya hőmérsékletről. Felhasználók szerint többféle előrejelzést készítenek, hiszen a légiforgalmi irányítóknak másfajta előrejelzése van szükségük, mint például a repülőtér felügyeletnek. Sok felhasználó van, akit kiszolgálunk itt a repülőtéren, például a repülésüzemeltetés, akiknek ilyen személy- és vagyonvédelem szempontjából kell előrejelzéseket készíteni, például zivatar tevékenységgel kapcsolatban, havazással, hónos esővel, erős széllökésekkel. Vannak pilóta felhasználóink is, akiket tájékoztatni kell, hogy milyen látástávolsági felhő alapértékek várhatóak, milyen veszélyes jelenségek, amik például a repülésre káros hatással lehetnek esetlegesen. Van olyan is, amikor konkrétan itt egy pilóta felhív minket, és akkor azután érdeklődik, hogy a következő 1-2 órában milyen időjárás várható. A légiforgalmi irányítók minden reggel külön tájékoztatást kapnak az aznapra várható időjárásról, a magassági szélről, jegesedésről, turbulenciáról és a ködképződésről. Meteorológiai tájékoztatást minden repülés előtt érdemes kérni, hogy könnyebben felkészülhessünk a váratlan helyzetekre.
Amikor az ember csak helyben repül, gyakorol, akkor egy kicsit könnyebb a helyzet, hiszen ott azonnal látja az időjárást. Ott is egy hirtelen beköszönő zivatar felhő azért jelenthet kihívást, főleg mire az ember a repülőgépet be is tolja a hangárba, okozhat károkat. Illetve ha külföldre repülünk át, akkor ha ez hegyes vidék, nyáron is lehet számítani alacsony ködre. Érdemes tájékozódni, hiába szikrázó napsütés van, ahol indulunk. Ettől függetlenül a érkezés helyén vannak meglepetések, illetve hogyha zivataros a hegyekben az időjárás, az extra kihívásokat tartalmaz. Olyan turbulenciákkal találkoztam már életem, majd talán a legnagyobb erő nem is a repülés közben, hanem akkor ért. A repülőgépeknél nyilván típusa válogatja, hogy melyikben milyen komfortos, hiszen vannak gépek, amikben jó a fűtés. A műrepülőgépekben általában semmilyen nincs, tehát ott nagyon jól be kell öltözni, illetve apró trükkökkel még lehet készülni. Például egy ilyen téli Friedrichshafeni átrepülést úgy úsztam meg, hogy vettem egy üthető autóülés párnát, és azt dugtam be a szivargyújtóba. Veres Zoltán műrepülőként a téli hónapokban nem tud Magyarországon edzőtáborozni. A Közel-Keleten viszont elsősorban a homokviharok nehezítik a pilóták életét. Műrepülőpilótaként az ember mindig igyekszik inkább olyan földrajzi területet keresni, ahol egy kicsit kegyesebb az időjárás. Magyarországon ez annyira kiszámíthatatlan, hogy egy téli edzőtábor tervezése az mondhatni dőreség, hiszen nincs az időjárás velünk ilyen szinten. Tehát én abban a szerencsében részesülök, hál' Istennek, hogy általában a Közel-Keletre vannak meghívásaim a tél folyamán, így aztán ott tudok edzeni, illetve karban tartani magam. De vannak nagyon jó edzőtáborok Dél-Franciaországban, Spanyolországban, illetve olyan területeken, ahol a tél nem ilyen súlyos, mint Magyarországon. A Közel-Keletnek is megvan azonban a varázsa, ott jellemző időjárási veszélyek leselkednek az emberre. Ilyen például a homokvihar, ami egyik pillanatról a másikra tud támadni. Az alajni repülőnapon történt például ilyen, hogy folyt a repülőnap, és igazából alig tudtunk bepakolni, mire megtámadott bennünket egy homokvihar, és az két napig tartott folyamatosan. Egyszerűen gyalog veszélyes volt kivenni a sátorba, fullasztó ez a nagyon apró homok, amit visszaszél, és semmilyen módon nem lehet védekezni ellene. Egy fiatal magyar házaspár mert nagyot álmodni. Ugyanis magyar gyártású Apollo Fox típusú könnyűszerkezetes gépükkel körberepülik a Földet. Terveik szerint a 4,5 hónapos út során körülbelül 2 hónapot a levegőben töltenek majd. Keletnek indulunk, Poprád az első leszálló, Fehér-Oroszország, végigrepülünk Oroszországon, átrepülünk a Bering-szoroson, Alaszka, lemegyünk Kanadán keresztül az USA-ba, végigrepülve az USA gyönyörű tájait, visszaemelkedünk Kanadába, átrepülünk Grönlandra, Grönlandról le Izlandra, Feröer-szigetek, Skócia, Anglia, Európa és így vissza. A hosszú úthoz át kellett alakítani a könnyű szerkezetes gépet, 80 helyett 100 lóerős Rotax motort kapott, nagyobbra és alumíniumra cserélték az üzemanyagtartályokat, növelték a hatótávolságot és a legmodernebb műszerezettséggel szerelték fel. Felkészülés lehetetlen egy ilyen expedícióra. Bármennyire is készülünk, biztos vagyunk benne, hogy a jó felkészülés a váratlan helyzetekre való jó reakció lesz, de kipróbáltuk, hogy milyen élmény egy ilyen repülés. Ugye 50-50%-ba ketté osztanám a repülő szakmai oldalát, illetve a kaland és túra területét ennek az útvonalnak. Úgyhogy kipróbáltuk egy Alpok Korzika Szlovénia körbejárással, amiben próbáltunk beletenni hosszú repülést is, magas repülést is, tengerek fölötti repülést is, hogy mindent kipróbáljunk. Ugye kellett mosdót használnunk a kétszemélyes kis repülőgépben, olyan hosszút repültünk 4000 méteren, 3700-as hegyek fölött, repültünk át tengert. Hát így lehet valahogy felkészülni, hogy az ember kipróbálja és a gyakorlatban teszteli, hogy hogyan tudunk együttműködni, hogyan viselkedik a repülőgép, hogyan tudunk kommunikálni az irányításokkal, ki hogy fogad, volt, akik nem engedtek leszállni, pedig a repülési tervbe be volt fogadva a leszállásunk. A Batiai leszállás is az is egy hatalmas élmény volt, amikor a nagy repülőgép előttünk szállt le a leszállópályán, és mi utána a kis kétszemélyes ultralight-tal ugyanúgy
szépen landoltunk, és a torony beirányított minket a parkolópályára. Ági és Zoli májusban indulnak a Farkasegyi repülőtérről, expedíciójukat a világhálón is követhetjük. A műsor támogatója Hungarokontrol, a Magyar Légiforgalmi Szolgálat, Grave Életbiztosító ZRT, Magyar Víz Kft., Primavera egész évben. A műsor média partnere a gogogo.hu, ahol adásaink az interneten szárnyalnak tovább.